Első kör, füge meccése, a magaságyások feltöltése. Magaságyások, mivel folyton töppednek, ezért vakond munkával vannak kipótolva. Itt van egy jepres. Szóval, és nagyjából látjátok a kiskert a folyamat. Ez a rész, ez nem olyan jó, mint a másik. Szóval itt kell jönni hát damilozni, és jó előbb meg kell csinálni a talajmunkát. Itt még van két szőlő, és ezek megyfák, barack. Szóval projekt, összegyűjtöm nem soká a látkövi videó gajakat, le fogjuk darálni. Megy az is a magas ágyásba. Itt van még egy ilyen kontrollplacom, ez jól látható hagyma. Hagyma, nagyon mikroszinten megindult az, hogy átvegye az uralmat a tyúkúr. Ez nekem fontos, mert az egész talaj, ez mind tarack. Ilyen tarackos gaz, ezt nagyon meg kell szüntetni. Ha folyton vágom, nem fogok bele előrébb jönni, de itt a tyúkúr szépen nyomkodja el, és nagyjából ide is jövő hónap eleje, azaz május 4-5 körül lesz a vetés. Akarok vizet zárni, addig áttelelt hagymák köszönik, jól vannak, és majd haladunk ide is. Ismetszés, össze kell majd gyűjtenem. Mindenhol van még hagyma, amúgy benhagyva így az életnek, ez megmaradjanak ugye a mikroorganizmusok, szépen fejlődjenek, minden is. Kültéri magas ágyások, amiket hát jól megmutattam, hogy kell megcsinálni, azok hát lassan elindulnak a gaztalanítás per töltés felé. Jelenleg a töltés az a vakontúrásokból fog ugyanúgy lezajlani. Itt van ugye a késleltetett ágyás előrész, aztán ezt 2018 körül csináltuk. Itt van benne narcisz és tulipán, meg valamennyi szegfű, török szegfű, és ez kicsit később fog, mert ide nem ér akkora nap. A kert elejében meg már gyönyörűek a narcisszok. Hát itt meg a füge meccés. Magas ágyásban, kisebbekben bennmaradt még a hagyma, az is szépen telel. Ez nagyjából ameddig nem kerülnek be a paradicsom és a csili palánták. És jól látszik, hogy most kell jöjjek füvet vágni. Nem akarok, pedig pontosan, hogy tök jól megtartani, de itt biztos, hogy kell, mert itt az egész tarack, nem látok tyúkkurt. Szépen nyílni fog lassan a cseresznye, és kell jönni metszeni a lugast. Hello cseresznye. Fólia, jelenleg vagy üvegház. Jelenleg elég kevés dolog van benne. Pótoltam pár magot. Inde tök, ezt ki kell vinni a földre, ezt kimegyünk a nagy földre, ki fogjuk vinni, meg kell eltennem fokhagymát, fekete paradicsom és balkon, ezekből csak ennyi, meg még pár fajta, amúgy ilyen kertészeti bor, tőcúc, mutatom az árt, hát derjú, körülbelül nem akarok nagyon butaságot mondani, de a chili mag az duplája lett, és az általános mag az ilyen 70-90 forintról van két és félszerese. De oké, úgyis annyiszor mondják mindig, hogy buta parasztok, hogy nem csodálkozok, hogy a termelők mind emelték az áron, én meg hát fizetem. Hát igen, inni még nem tanultam meg. Ja, jelenleg ugye itt bent napelemes csöpögtetőrendszer, a csilik egy része, azt csinálgatjuk, és maga a termőföldre meg csinálják. Költségvetésről is új csapok, hello, 300 forint per darab. Jelenleg a kert az ennyinél tart, hát lényegre még el se kezdődött, ez mind üzemanyag és minimális költségek. Pár mag. Ez, amit kipróbáltunk egy videóba, fent van a csatornán, 4 napig nem voltam, feltöltöttem a tálcát vízzel, szerintem abszolút jól működik, annyi, hogy ezt le kell róla szedni, mert kicsit úgy jártam, mint gyurcsányferkó, lehet az ilyen. Föld másik tálca, ebbe a tálcában hoztam be Szegedi 178-ast,
és vadvetésbe raktam ki. Jól látható módon szépen elindulgattak. Nekem ez így ideális, amúgy ez is egy ilyen, hát, ágyás. Az ágyás az töltve van gallyakkal, falevéllel, valamelyikben alma is van. A szélén van egy ilyen, hát nem túl bió, de muszáj a rothadástól megvédenem a dolgokat. És hát folyamat, mint látható, tölteni kell, és hát ott egy kicsit bejött itt a gaz. Jazz Duid, takaró. Ami kell, mivel még nem használom a napelemes csöpögtetőt, ezt valamelyik részbe beröffentjük, meg jön idén még a párologtató légkeverő, meg még egy pár cucc. Kell feltölni rá földet, hogy egy az ne locsoljon mélyre, másik meg az, hogy ja, Kandúr még mindig bejár, mert itt meleg volt, és aztán miért is ne, a szisza. Így nagyon picit meg lett így a teteje szóra földre, és mindig nagyon picit meg van szórva. Jön vissza, mivel itt volt régen paradicsom, így visszajön a vadparadicsom, és paprika is egyaránt, így ez lesz majd a nagy chili nevelünk. Most meg ha föltöltés, de az meg jó kis talaj, és amúgy mindent is töltögetek szépen, kap egy új réteget, főleg ott, mert ott jól megsüllyedt. Hát, kis unaloműző munka. Amúgy a tálca az tetemesebb részt agyag, pici, hamu, mivel a ként az kellene a chilinek, ezért lesz majd bio. Bio? Hát borászati kén egy pici, de az nem most, és majd ha eljutunk odáig, akkor majd mutatom, hogy mikor és mennyit. Mert igényli a chili ezt a kicsit ként, de inkább amúgy éréskor. Másik csízió, szerintem elmegyünk fel a nagy telekre. Megnézem, hogy 5 napig még esett az eső, 3 napig tudunk-e rotálni, és lényegében kijött-e a bab és a borsó, amit elraktunk. Szóval ilyen nagyon fokozatos javítást használok, amúgy lehetne trágyát is tolni bele, de a trágya az olyan, hogy például a lótrágyát rakunk bele, akkor az abszolút kész, azaz ilyen por állagút, mert ha nem, akkor lesz benne kártevőnk, ami tönkreteszi a veteményt. Szóval csak is érlelt lótrágya, ha megy bele, vagy nem azt jelenti, hogy csak azt lágyázatok, de hogyha lótrágya, mert volt ilyen kérdés, akkor csak is kizárólag az érlelt. Itt meg úgy néz ki, hogy ez az agyagos talajunk dolgozik. Látok most már benne egy-két kukacot. Már hát jó, visszaesett paradicsom, ingyen mag. Itt talajzárásra vagyok inkább kíváncsi. Nem akarom a kukac munkát tönkretenni. Jó, kicsit kevertünk a talajunkon. Még szórok egy pici ilyen földet, és egy nagy túlzásokba nem esünk. Jó, ez már feketébb, egy kicsit. És kész. Én részemről gaz kijön. Marad a levél, kukac és jó vegyes. Ilyen. Nagyjából 7-9 pH-s, de inkább lehet, hogy 14 is van. Ja, be fogom mérni majd a pH-t a földnek, és ahhoz javítunk. No de, itt vagyunk kint, és elég vizes a talaj, szerintem lehet holnap lesz talán valami ebből a rottálózásból, mert nem igazán lehet. Vadak még nem nagyon kajálták ki a dolgokat, de nem is nagyon jött ki még semmi. Még lehet, hogy kell neki idő, de ső baj, mert cukkinivel beszórom itt ezt a szélt. Most. És megnézzük a telekalját. No de, das ist Csízió. Itt kaszálás volt, rota, itt meg már tele van, krumpli, hagyma, borsó, bab, két oldalt körbe, cukkini és tökfélék, ezek mindig helyrevetésre kerülnek, és megyünk, megnézzük az alját. Vaddisznó, dagonya, fagyűjtés.
viharkár, minden fenyő, gyönyörűen virágzó megy vagy cseresznye, benne a fenyvesbe. Fakérdés, nagyon egyszerű. Itt úgy van felénk, hogyha sok erdő is ilyen családoknál van, vagy közös osztatlanban, és alapvetően rendet kell tartani. Így megkérdezed az erdő tulajt, és általában vadászok meg örülnek neki, mert ugye nem kell a dzsungelbe hajtani, akkor önerőből ingyen el lehet vinni a fát, mindig egy dolog van megadva, kicsit szeles lesz elnézést, hogy nem lehet vinni üzemanyagos láncfűrészt, csak kézi fűrészt, és a kidőlt fákat. Mert jól látom, mindig van ilyen óriási kár, például az a diófa, az teljesen meghalt, nem ez az első, ott lent is, mindjárt mutatom. Ez még mindig ugyanaz a telek, csak van egy ilyen dombrész, és oda van az alja. Traki, Siklósi hegy, katonai meteorológiai állomás, Villányi hegy, fa, és akkor így megyünk oda le, jobban rá lehet így látni. Úgyis a bácsi Sándor mindig mondott, hogy mostanában rövid videók vannak, akkor ez legalább hosszabb lesz. Hát bőven lesz még hosszabb, de ja, próbálunk ilyen kicsit megújuló stílót tolni idénre. Mondjuk ugyanilyen videók is lesznek, szóval ragaszkodom a trashhez, imádom a trasht. Ja, szóval nagyjából itt lesz az alsó részünk, vaddisznó, fürdők, szomszéd, dzsungel, és hát ez miatt kell minél előbb mindent is kimérni, hogy rengeteg későbbi vadkártól mentesüljünk, mert ide bele kell jönnie, meg a unblock az összterületbe olyan 30 ezer paprika palántának. És ezek a régi csonkok, ezek a régi szőlős, ami itt volt, ez nagy része amúgy noha, olasz rizling, sárdoné, királylányka és kadarka. És ez meg a hát telepített fenyves, ugye jobb esetben ki van tisztítva. Ott van lent a halastó, még egy jól látható egy kajszi, még pár megyfa, ez régen is mindig stabil volt, és ez egy ilyen brutál kaptató. Na ez mondom, ide traktorral max ilyen láztalpas, ilyen olasz izé van használva. 1000 éves sörös doboz, kinek mi. Egy ilyen teleknézés, lehet az a videó címe. Kimegyünk a telekre. No, megmászom ezt a hegyet. Hú, baszki. Aha. Hello, hegy. Ja, itt még egy hegy. Hát a vízelvezetésre lefelé nem lesz probléma, azt tudti. Jó, bőven van lejtés benn. Hát remélem ez a dzsungel ez nem ide tartozik, mert akkor ezt ki kell írtanom. És ilyen jó ágaprítóval bedalálni. Ja, összeértünk egy kis tetejére, hogy egy ezek, bármennyire furák ezek ugye a vadnyomok, de nagyjából lehet látni, hogy csinált egy ilyet, és kijött belőle, hát mi jó fejek ezek a vadak. De mi jó fejek, nem tudom milyen a fenyvesben mindig a dolog. No, pici vihar, de általában mindig így néz ki a fenyves, ugye ez egy mesterségesen telepített fenyő, és mindig van ilyen kidőlt kár, de hogy nem csak itt, hanem még a többi erdőkben is, és hát ezt stabilan úgy szokták, mivel a tarvágás nem igazán van, hogy akkor mindig vannak, akik jelentkeznek, hogy mind ott is több köbméter fa van, nem a legjobb tűzifa, de meleget ad, és akkor bevállalják, hogy eljönnek kitisztítani, kézi fűrész, akkor is teljesen jó, és nincs meghatározó, hogy mennyi, általában többen is szoktak gyűjteni, többen, mert mindig látok, és ja, működik, ez elég sok pénzt meg tudnak spórolni általában egy éves tüzelőt simán, sőt, ha valaki kicsit jobban csinálja, akkor még tud belőle plusz pénzt is gyűjteni, mert hát bőven ennyi, ez egy, ja,
már ez egy ilyen, szerintem minimum negyed köbméter az egy fa. És itt van, most ránézésre másfél köb, csak egy ilyen kis placom. És itt ez majdnem 30 hektár ilyen viharkár az egész. Általában azért amúgy nem bérprofika szokás csinálni, mert ők vágnak ki nyers fát is, és akkor plusz jönni kell ellenőrizni egy ilyen géppel, amivel a tuskót meg lehet mérni, és megmondja mekkora víztartalom, szóval, hogy élő fát vágtak-e ki, vagy kidőltet, és sokkal nagyobb költséggel jár, mint csak hagyni, hogy elvigyék a fát. És így nem kell fizetni a társaságnak, hát a vadásztársaságnak ugye így a költséget. Nem, mivel sajna a szél utat tört magának, így ez a videó ennyi lett volna, egy ilyen rövid kis vlog jellegű trash káosz. Sziasztok, kövő videóval jövök.